Minden bizonnyal több, mint valószínű. Ja, és ha már itt tartok, akkor fejlesztetnék embert is, ugyanis kaptam Peace-t. Álljunk meg. Kibaszott sokan vannak, viszont Merigo Boyár ott van. Erre az emberre van szükségem. Álljál meg már! Ákos vagyok. Anyádat. Van már megbízatásod. Igen, ez itt egy üres képernyő. Már van annyi tapasztalatom a játékkal egyébként, hogy most ajánlotta fel, hogy a tengeri rablókat kipucoljam. Tekintettel arra a tényre, hogy erre akartam éppen most sort keríteni. Nem is nagyon gördítek túl sok akadályt. Ez elé. Előtte azonban szeretnék még körülnézni, hogy... esetleg tudok-e több cuccot összeszedni? Fuck. Több cuccot összeszedni. Mindössze 10. Állítani mertem volna, hogy... csatlakoznak a többiek... a bandához, de ezek szerint nem. Annál jobb. Ugye láttátok, hogy a térképen 2 tengeri rabló csapat volt. Ezzel szemben csupán... egyel vagyunk kénytelenek összemérni az erőnket. Legalábbis ebben majdnem biztos vagyok, hogy így van. Kicsit följebb. Ah, azt hittem, hogy a fát találtam el, azonban nem. Belövünk a tömegben, nem fogok szarakodni. Pont mellé, nem oda akartam lőni, de ott sem rossz. 2 ember között element. Állítottam volna, hogy nem találom el a gyereket, de hát eltaláltam, annál jobb. Ő már fölmelte a pajzsot, ő még nem. Őt megküldöm, még egyel biztosan biztos. Nagyon nem oda ment, ahova akartam. És ideje támadunk. Nem, ilyet nem játszunk. Haverjaitoktól elvett északi karddal próbálom répázni a tököt. Nyiet, ez a ló, ez nagyon nem lesz jó így. Egyszerűen képtelen vagyok lendültet venni vele. Sokkal hamarabb egy normális lovat be kell újítanom, mint ahogyan azt terveztem. Mert nézd meg, gyorsulása az nagyjából összemérhető egy trabantéval, amely alól kivetted a kerekeket, és egy-egy fél téglára raktad fel az egész járművet. Valahogy így parasztasszony belőled, kartforgató nőt fogunk képezni, és svádiai fegyveres, erről van szó. Mondjuk nagyon föl még nem akarom vinni, mert egyes egyedül van lovasság, ami lényegében azt jelenteni, hogyha nem tartanám kézben a csapatot, hogy belefut. Oh! Erről van szó, gyerekek. Szétvert Ingvért. Hell yeah! Nehéz gerej. Elhajlott dobófejsze. Van itt cucc, gyermekeim. Van itt cucc. Plusz 37, plusz 40. Megrepet hosszú íj. Ezért érdemes tengeri rablókat répázni. Örömöm határtalan. Ez a nap már csak jó lehet. Van-e még valami dobófejszék? Dobófejszék. Nehéz gerej, ezek elég jó pénzen fognak elmenni, és még a nap nem ért véget. Svádia gyalogos, természetesen szarandalovas, aha, erről van szó, a következő lépcső már a mameluk lesz. Egyelőre viszont, hogy állok, 90%, jobb lesz figyelnem a életerőmre, hogyha meg akarom támadni azt a hideoutot, vagyis rejtek helyet. Szépen, nyugodtan, nem hajt a tengeri rabló. Közelebb, közelebb, közelebb. Szép, tömött sorokban, így van. Nagyon jó. Tudtok ti, hogyha akartok, csak többnyire nem akartok. Ezeket a köveket felhasználhatnám arra, hogy a támadó erőket szétforgácsolj... nem olyan sűrűek a kövek, hogy szétforgácsolódjanak. Inkább megpróbálom passzolgatni őket nyilvesszővel. Jó. Mondjuk 5-7-es lövésre, nem tudom, hogy mire vagyok föl annyira. 6-os sebzés. Gyászos. De a nullánál több. Fú, rekordom olyan 14-es lövés lehet? De hát... az teljes szerencsém múlott, szóval... jó, támadjunk inkább, ne pöcsöljünk ezekkel, ne. Lemegy a nap, aztán még nem tartunk sehol.
Hű, valaki hátba dobta? Valószínűleg, mert nem én voltam. Álljatok ezzel a gyerekek, álljatok le ezzel a csapkodással. Illetlen, tudjátok? Valahogy így. Egy tábori segéd elesett, ő pedig menekül, hogyha jól látom. Nem menekül. Nem tudom, hogy mi kapta el. Ja, szarani, de gyalogos. Lehet, hogy lekúrták egy gerellyel példának okáért. Téged fölfogadunk. Téged fejlesztünk, mindenkit fejlesztünk. Szalanida, veterán, gyalogos és vadásznő, egyelőre így áll. Ó, 35, 10, 37, 4, na melyik legyen? Melyik legyen? Ezek ugye a birnyék, vagy hogy az Istenben nevezik ezeket, északiul. Eléggé hülye írásmódjuk van. Ha érdekel titeket, akkor szóljatok, mert tudok linkelni egy nagyon jó cikket a viking láncingekről, fegyverekről, általában a Hulszvik oldala kísérleti régészettel foglalkoznak. Nagyon jó. Angol nyelvű ugyan, de ha érdekel titeket, hát tudjátok mit? Kommentben nézzétek alá a videó alá, be fogom linkelni feltétlenül. Mert hogyha érdekel titeket az északi harcászat, akkor nézzetek rá. Jó, sok a pofázás, ott tartottam, hogy nem tudom eldönteni, hogy az ingvértet használjam-e, vagy a lánc szubbonyt. Azt hiszem, hogy maradok az ingvértnél, mert mindössze 2 testpáncélzat pluszt ad az lánc szubbony. Viszont mivel lovon vagyok, ezért nem indiferens, hogy a lábpáncélzatom mennyi. Az pedig kimondottan több. 6 értékkel, 6 tulajdonságponttal jobb. Úgyhogy úgy gondolom, hogy minden logika alapján jobban járok az ingvértel. Jó. Sok a pofázás, tudjátok, hogy mit akarok így is, úgy is. Egyelőre visszaballagok rivecsekbe. Nem kell futni előlem. Ja, nem előlem futtok, jó van. Nem kell futni előlem. Egyelőre el akarom adni ezt a rengeteg szemetet. Lándzsal nincsen szükségem rá, szétvert északi pajzs. Akár le is cserélhetném Mateld eszköztárát, de annyira nem... Várjunk meg egy pillanatra. Azért... Ennél jobban érdekel a dolog. Így van. Aha. Törött északi kard. Aha. Így. Még így is van 554 dénárom, anélkül, hogy azokat eladnám, úgyhogy nagy probléma nincsen. Viszont ezeket az embereket... Plusz 32, plusz 10... Ezeket az embereket feltétlenül fel akarom fegyverezni. Plusz 30, plusz 10... Jó, ennyiben maradunk. Azt hittem, hogy nagyobb előrelépést tudok nekik mutatni, de nem. Ó, álljunk meg csak. Aha. Bundukot is elvették tőlem. Áj. Szegény bunduk. Pedig milyen jó ember volt. Tartalom kéne egy gyászszünetet. Bár nem. Most egy gyümölcsöt is veszek. Miért is ne? Ezek ilyen impulzív vásárlások, szóval érdemi logika nincsen mögöttük, de megszokhattátok tőlem, hogy a játékom az nem feltétlenül logikus. Álljunk meg megint csak. 73, 6, 20, most egyelőre menjetek le, légy szíves. Valami komolyabb egységekre van szükségem, mint például rájuk, így van. Szaranida lovas. Hát, vagy elesik, vagy fejlődik. Tudod mit, a fegyvereseket is fölviszem. Milícia voltak éppen maradhat. Gyalogosokat inkább följebb, így. Jó, okéba vagyunk, próbáljuk meg megtámadni őket. Először is nyugiban legyünk. Aha, így már talán egy fokkal jobb esélyen van túlélni. És... mászok egy hegyet. Warbandben nem jelent problémát a hegymászás, szóval... Mount Everest és társai azok egyáltalán nem jelentenek semmiféle kihívást. Ez a csávó is pikpak föl fog ide jönni. Jó, lehet, hogy tévedtem. Ez a szemétláda a pajzsával mindent felfog. És úgy látom, hogy... néhány hosszú hajót kivéve... Ó, ott van néhány csávó. Te dobálsz, hm? Dobálsz? Ennyi volt.
gyereknek ennyi volt az eszköztárom. Jó, na már, ó, ott van egy páncélozottan ellenfél. Ő most meghal. Így, ahogy mondom. Szóval őt nem látom értelmét tovább támadni. Nézzem, mit sem. Tovább támadni távolsági fegyverre. Wow! Távolsági fegyverre. Hátulról vágjátok, elég szíves. Köszönöm. Kikarmolt belém. Valaki megütött, de nem tudom, hogy kicsoda. Távolról nem lehetett ez támadás. Mindegy, tudjátok, hogy támadjatok. Evezőknek a nyílásai. Megnézzük közelebbről ezt a hajót. Amint képes leszek felugrani ezekre a dobozokra. Szemmeláthatóan nem vagyok képes. A pék faszát már! Félelmetes gyerekek. Végre! Halleluja! Megtérek. Mától kezdve akárki kérdezi, a hit gyülekezetének tagjai vagyok. Ez itt feltételezhetően a kormányos állása. Ott, mintha született volna egy... Nem? Nem született senki. Svádiai fegyveresen pedig már is elesett. Ja, hát ez sajnálatos módon várható volt. Honnan lövöldöznek? Meggyőződésem, hogy... Erre elrepült egy nyilvessző. De lehet, hogy már... rémeket látok. De nem. Hol van ez az ember? A víz alatt, vagy mi az Isten? Fürdünk egyet, hogyha nem bánjátok. Nem lett a víz alatt. Hol van? Jó, hát... Én amodó vagyok, hogy őt már nem fogjuk megtalálni, viszont találtunk egy fűszert helyette. Aminek őszintén örülök. Meg még egy néhány kiváló dolgot. Plusz 40. Nagyon jó. Plusz 13, plusz 14, ezzel sokkal nem vagyunk előrébb. De semmi pánik. Ezt a sok szart mind elviszük és eladjuk. Ráadásul... A küldetést is sikerrel teljesítettük, ami plusz pénz, plusz sárm. Ez ki az Isten. Most komolyan, hazafelé menet itt... gyerek. Jobb ötleted is lehettek volna? Mondjuk, hogy mondjam, az elgondolás önmagában nem volt rossz. Hogyha zsákmánya a megrakodott hadi csapatot, ha hazafelé menet megtámadja... De szerintem rosszul mérte fel az erőviszonyokat. Legyen igazam! Újakat keresztbe! Gyere, gyere, gyere! Kapjál, hogyha tudsz! Lássuk el, találom-e innen? Á, dehogy! Ezt vágjátok, hogy melyik mesében volt ez. Ez a tágas régen andalog. Hú, fejből már nem tudom. De volt egy ilyen egy mesesorozat, és már a címére sem emlékszem, arra a téletbe. Jó, mondjuk ahelyett, hogy a csodálatos ifjúsági mesesorozataimmal foglalnám el magamat, inkább foglalkozhatnék a tengerrablók legyilkolásával is. Ugyanis a helyzet azért nem annyira mesés. Most egész nap ez fogja cseszni az agyamat, hogy ez a mese sorozat ez mi volt.